Üdvözlöm, kedves barátaim! Múltkor beszéltünk meditációról, és hogyha emlékeztek, arról beszéltünk, hogy csak úgy leülni és kezdeni meditálni nem lehet. Hát mert meditáció, ez azt jelenti folyamatos gondolkodás a meditáció tárgyról, és ahhoz, hogy ez legyen, kell tudás. És ahhoz, hogy legyen hosszú ez a meditáció, ahhoz meg kell tisztítani a szívünket. Mert a tudat, amikor zavarodott, nyugtalan és koncentráció hiányába szenved, azzal a tudattal igazi meditációt nem lehet végezni. Aki nem látta ezt a videót, meg tudjátok nézni, itt van a sarokba ráutalás. Ma pedig beszéljünk arról, hogy mégis el lehet kezdeni meditálni. Valójában az a jó, hogyha van egy-két párhuzam. Tanulunk meditálni, tanulunk, hogy kell, mire kell meditálni, mi a folyamat, a tanulmányozunk a meditációs objektumról, erre tudok javasolni a Srimad Bhagavatamot, ez pont az a könyv, ami megtanítja meditálni, de mellette már lehet kezdeni meditálni. A mantra meditáció nem bármilyen mantrára, mert azok nem fognak működni, a többi mantra működik, amikor már elértünk egy tisztaságot. Van egy mantra, amelyikre lehet kezdeni meditálni, akár milyen zavarodott vagyok, akár milyen koncentrációs hiányával szenvedek, az fog segíteni. Szóval kettő együtt tanulni, mi a meditáció, ugyanakkor elkezdeni élni tiszta életet, hogy kezdjen elme megnyugodni, és támogatni már maga a meditáció folyamata. Természetesen mindenki tudja, mi ez a meditáció, mi ez a mantra, nem más, mint Hare Krishna Maha Mantra. Akkor így hangzik. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Szerintem kezdjünk már most együtt meditálni, ezt javasolok. Ne várjunk, hogy holnap, holnap után, vagy videó után, most kezdjünk. Mondjátok utánam két szavanként. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gratulálok, a ti lelkiéletetek elkezdődött, és ti elindultatok a meditáció után. Akkor csak folytassátok legalább egyszer naponta, vagy legalább csak egy szó naponta, Hare Krishna vagy Rama, de tudatosan, összpontosító tudattal mondjátok ki, fogtok látni, hogy el fog indulni a meditációtok. Köszönöm szépen, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, lájkolni a videót, megnyomni a csengő gombot. Szép napot kívánok, Hare Krishna! Yeah.